Itt a híradó, köszöntöm Önöket! Mérföldkőhöz érkezett a MiG-21-es repülőgép kiállításának folyamata. Ma délelőtt Gangler László bázisparancsnok és Áldozó Tamás polgármester bejelentette a gép talapzatra állításának időpontját. December 10-én fogják felhelyezni a vadászgépet az elkészült betonívre, a Celi út és az elkerülő út találkozásánál lévő körforgalomban. Erre a betonépítményre fogják felhelyezni a MiG-21-es vadászgépet. Felvételeinken éppen a talapzatra állításban közreműködő szervek szakemberei egyeztetnek. December 10-én lesz a nagy esemény, mondta el a bázisparancsnok a Városházán. Közel 2 éve dolgozunk azon a programon az önkormányzattal és polgármester úrral együtt, hogy méltóképpen emlékezzünk a 2000-ben bezárt 47. harcászati repülőezredre, az ott szolgált katonákra. Elérkeztünk arra, ahhoz a pillanathoz, amikor a MiG-21-es repülőgépet az elkészült emelvényre fogjuk elhelyezni. A terveink szerint erre december 10-én fog sor kerülni. Szeretnék előre elnézést kérni azoktól, akiket majd a emlékmű felemelése idején forgalomkorlátozások miatt bármilyen hátrány ér. A forgalom korlátozására, illetve egy időben a lezárására is egy rövid időtartamban szükség lesz ahhoz, hogy a repülőgép a helyszínre kerülhessen. Úgy tervezzük, hogy a felemelést megelőző este az éjszakai időszakban fogjuk a repülőgépet kivontatva eljutatni az Aldi parkolójába. Ott őrizzük, és ezt követően nappali világosság, nappali fény mellett kerül a helyére a repülőgép. A repülőgép felhelyezését követően készül majd el az emlékmű megvilágítása. A parkosítást tavasszal végzik majd el a szakemberek. Izgatottan várja a kivitelező a talapzatra helyezést, de azt követően is lesz még feladatuk, mondta el a cégvezető. Hát most már nagyon izgulunk, amikor felkerül a repülőgép, akkor annak a rögzítése, a talpaknak a lekezelése és a villamos bekötése. Dr. Áldozó Tamás örömét fejezte ki, hogy szépen haladnak előre az emlékműállítás folyamatában. A december 10-i vadászgép elhelyezés igazi látványosság lesz, véli a polgármester. Sőt, már az azt megelőzően oda kiállított, parkolóba kiállított repülőgép is biztos sok embert fog majd vonzani. Mi igyekszünk majd úgy kialakítani ott a körülményeket, hogy mindazok, akik ezt a műveletet szeretnék végignézni, dokumentálni, fényképezni, filmre felvenni, drónnal lefilmezni, és így tovább, azok biztonságos helyről ezt majd meg tudják tenni. Gangler László elmondta, a tervek szerint az időjárás függvényében december 15-e és 21-e között fogják ünnepélyes katonai külsőségek között felavatni az emlékművet. Különleges fotókkal illusztrált fali naptárral készül a 2019-es évre a város. A Pápai Platán Nonprofit Kft. Kiadásában ezúttal a régi és az új ötvözetében jelenik meg pápa nevezetes épületei, helyszínei bemutatásával. A nem mindennapi technikával készült fotók egyszerre mutatják meg a város múltját és jelenét. A képeket László Ákus készítette, a naptárt ma mutatták be a sajtómunkatársainak. Pápa akkor és most. Ez a címe a város 2019-es fali naptárjának. A Pápai Platán Nonprofit Kft. Eddig a kastély életéről, hangulatáról szóló képekből készített kalendáriumot, most azonban a város fontosabb helyeit mutatják meg. Megmutatjuk azt, hogy ez a város régen is gyönyörű volt, és most is gyönyörű. És akinek ehhez szeme van, és aki ezeket a fotókat már elkezdte korábban is készíteni, és a közösségi oldalon megosztani, és én őt itt találtam meg, ő László Ákos. És amikor megkerestem ezzel az ötlettel, hogy akkor csináljunk egy városi naptárt ezekből a képekből, akkor nagyon örömömre azonnal ugrott erre az ötletre, és még azt is nagyon jól viselte, hogy az ő általa behozott képekhez még mi is bombáztuk ötletekkel, hogy miről készítsen képeket, és ebből született meg ez a 12 kép és ez a naptár. A naptár 500 példányban készült el. László Ákos fotóit Nagy Balázs grafikus tette teljes egészszé. 2 évvel ezelőtt 2-3 kép készült, elég pozitív visszhangja volt neki, de volt negatív is. Egy kicsit fiókba raktam ezt az ötletet, viszont ez év nyarán gondolkodtam a folytatáson, és pont az ötletem, vagyis a gondolataim más harmad-negyed napján
pár napra a gondolataimra jött egy üzenet a Katalintól, hogy szeretne velem beszélni, úgyhogy a sorsnak egy ilyen furcsa érdekessége, és akkor vetette fel ezt az ötletet a naptárral kapcsolatba. Én rögtön rákaptam a lehetőségre, és onnantól kezdve mégis nem volt megállás. Ákos kedvenc fotója március 15-e teret ábrázoló kép, ahol a kőszínházat és a református templomot montírozta össze. De van másik kedvence is, amivel különösen sokat dolgozott. Sikerült összehoznom úgy, hogy apróság, de az árnyékkép az az új kutnak az árnyéka, és végül is még a régi szökőkút látszik a képen. A fali naptárak nem csak magánemberekhez és cégekhez jutnak el, hanem például külföldre is. Ez a városmarketing egyik eszköze, hiszen van egy olyan címzetlistám, akikhez én minden évben, amikor naptárt adunk ki, azokat eljuttatom, és akkor azt mondhatom, hogy nagy budapesti középületeknek az irodáiban épp úgy megtalálhatóak, mint külföldön néhány testvérvárosunknak a polgármesteri irodájában vagy más nyilvános helyén. A 2019-es Városi Fali Naptár az Eszterházi Kastélyban, a Turinform irodában, a Pannonia Reformáta Múzeumban, a Kékfestő Múzeumban és az Anna Könyvesboltban kapható. Költségvetési módosításról, benyújtandó pályázatokról és az őszi programok értékeléséről esett szó a ma reggeli PCNU ülésen. A Pápai Cigány Nemzetiségi Önkormányzat két pályázatot is be kíván nyújtani az Emberi Erőforrások Minisztériumához, derült ki a testületi ülésen. A PCNU mai ülésének első napi rendjeként módosította a 2018. évi költségvetésről szóló határozatot, majd a 2019. évi programokra benyújtandó pályázatokról tárgyaltak. Az Emberi Erőforrás Minisztérium támogatáskezelőhöz több pályázatot is beadhatnak a nemzetiségi önkormányzatok. A határidő ezeknek a pályázatoknak 26-a, tehát hétfői nap. Az egyik fajta pályázat az egy nemzetiségi tábor pályázat, tehát az összes nemzetiségi önkormányzat pályázhat rá. A másik pályázat az egy kulturális vagy hitéleti program, valamint vannak nemzetiségi civil szervezeteknek is beadott pályázat a következő évi költségvetésre. A pályázati pénzből cigány kulturális hagyományőrző tábor valósulhat meg júliusban, és egy októberi sajópálfalvai zarándoklat a vért könnyező szűzanyához. A nemzetiségi önkormányzat képviselői beszámoltak az idén ősszel megvalósult programjaikról is. Október 31-én 75 fő részvételével tököt faragtak és ajándékoztak a Pirot lakótelepi közösségi házban. November 9-én pedig Márton napot tartottak játszóházzal és lámpás készítéssel. Egy boldog élet címmel jelent meg Máhigné Grób Anna önéletrajzi írása. A kötet bepillantást enged egy gannai, német nemzetiségi család számos megpróbáltatással és szomorúsággal járó, de szorgalmas munkával és fáradhatatlan megújulásokkal teli életébe. A család történetén keresztül az olvasó megismerheti a gannai svábok életét, s a könyv jó néhány sváb dalt is tartalmaz. A kötet a Jókai Füzetek sorozatban jelent meg, a Jókai Mórvárosi Könyvtár gondozásában. Dr. Herman István könyvtárigazgató köszöntötte a megjelenteket, majd Heilig Ferenc, a Veszprém megyei német önkormányzat elnöke idézte fel Máhig János néhoz kötődő emlékeit, hisz Náni néni tagja volt a gannai kórusnak, a 70-es években felléptek a Röpüly Pávában is. Máhig Jánosné Gróbb Anna megélte, hogy rokonait, barátnőit kitelepítették. Őket azért nem, mert az előző népszámláláskor édesapja magyarnak vallotta magát. Az átélt fájdalmakat mindig az éneklés enyhítette, hisz daloláskor boldognak, szabadnak érezte magát Náni néni. A küzdelmes életutat mindig színesítették örömök, főleg mert a szerző mindenben meglátta a szépet és a jót. Ez a kötetben is tükröződik, hangsúlyozta dr. Kovács Zoltán országgyűlési képviselő az Egy boldog élet című könyv bemutatója kapcsán. Érdemes végigolvasni, egy sajátos világot mutat be Kisgannától Gannán keresztül a farkasgyepői, bakonyákói kitekintéssel is, meg egy családnak a boldog életét. És ha még végül mindenki, aki elolvasta, akkor valóban levonhatja azt a következtetést, hogy ez egy boldog élet volt minden nehézség ellenére.
A könyv azért született, mert a szerzőt lányai biztatták, hogy gyűjtse össze emlékeit, kedvenc sváb dalait. Jó, hogy megírtam azt a könyvet, hogy a gyermekáim, unokáim, dédunokáim megismerik azt a régi világot, a gyökereket, amelyből származnak, a küzdelmes életünket tanulhatnak is belőle, hogy minden reménytelen helyzetből van kiút újrakezdeni. Hogyan kezdünk az életben? Kitartással, szorgalommal és becsületes munkával. Námi néni a könyvemutatón dalra is fakadt a hallgatóság örömére. Híresen szép hangja mindig a gannai kórus erőssége volt. Huszonkilencedik alkalommal szervezte meg hagyományos drámaműhelyét a Vörös Sándor Általános Iskola. Az intézmény szakmai napjának témája ezúttal a digitális környezet kialakítása volt, s ehhez kapcsolódóan vehettek részt bemutatókon az érdeklődők. A központi kérdés az volt, hogy a film miként segítheti a személyiség fejlődést. Mogor Adrián intézményvezető köszöntötte a vendégeket, majd egy rövid tájékoztatást adott a digitális környezet kialakítása a Pápai Tankerületi Központ köznevelési intézményeiben elnevezésű projektről, mely a Vörös Iskolát is érinti. S ehhez kapcsolódott a drámaműhely témája, hogy a film adta lehetőségeket, miként lehet kihasználni a drámapedagógia eszközeivel. Horváthné Árvai Mária elmondta, a mai gyerekek jól érzik magukat a virtuális világban, nehéz őket kimozdítani, pedig ki kell, mert érzelmi életük elsivárosodik. Olvastam valamikor egy generáció kutatónak egy nagyon jó tanulmányát, hogy a mai gyerekek arra, hogy az X generáció megkéri őket, hogy bezzeg nekem van barátom, meg bezzeg az én családom, erre nem fogékonyak, de arra, hogyha a filmben vagy a színházon keresztül próbáljuk meg megmutatni nekik a másik világot is, nem csak az ő virtuális világukat, akkor azon keresztül érhetünk el eredményt. Az alkalmon Horváthné Árvai Mária és Lampért Helga a Rainbow Fia című film kapcsán mutatták be, hogy miként lehet fókuszba állítani a családot, a barátságot. Ezt a foglalkozást már gyerekeknek is tartották, de egyéb filmekkel is dolgoztak. Negyedikes korosztálytól próbáltuk ki, mi az iskolában nyolcadikosig a Lampért Helga kolléganőmmel, minden évfolyamon működik, bár az elején meg kell küzdeni azzal, hogy ezek lassú filmek, mint a gyerekek virtuális játékai, meg kell küzdeni azzal, hogy legyen türelmük kivárni, épp ezért nem nézetjük soha végig még a rövidebbeket, a 80 perceseket sem, hanem közben megállunk egy-egy problémát, ők maguk megbeszélnek, eljátszanak, és a végére nagyon jó dolgok derülnek ki. A szakmai nap másik két előadója, Mudra Judit és Pusztainé Becskereki Virág volt, akik az óvodás csoportjukkal filmet is forgattak arról, hogy miként válhat valaki hétköznapi hőssé, melyek azok a mindennapi helyzetek, ahol segíthetik társaikat. Megnyerte a Soproni Egyetem által szervezett Infosok Viadala elnevezésű versenyt a Tür István Gimnázium és Kollégium csapata. A 12. osztály három tanulója indult a megmérettetésen. Bence Ádám, Gulyás Erik és Mészáros Márton alkotta a nyertes csapatot. Már több éve résztvevője a Tür István Gimnázium az Infosok Viadalának. Ez idáig is jól teljesítettek a háromfős diákcsapatok a megmérettetésen. Idén azonban minden eddiginél jobban szerepeltek, hiszen elhozták az első helyezést az Infos Viadalról. A csapat már rutinosnak számít, tavaly is voltak ezen a versenyen. Én azt gondolom, hogy tehát, hogyha egy diákok megnyernek egy versenyt, ennél nagyobb elismerés nincs a tanárnak, hogy ilyen szép eredményt értek el. A mostani csapat már tavaly is elindult a megmérettetésen, akkor harmadik helyezést értek el. Ebben a tanévben azonban sikerült túlszárnyolni az előző évi teljesítményüket. Hasonló volt a verseny, mint tavaly, hasonló típusú feladatok voltak. Most így jobban sikerült a végére. Ez egy nyílt nappal együtt volt megszervezve, például ugye a Soproni Egyetemnek a nyílt napjával. Így akit mondjuk az is érdekelt, az meg tudta nézni az előadásokat, bemutatták a karokat, úgyhogy szerintem egy ilyen versennyel sok tapasztalatot lehet szerezni, illetve az informatikát még jobban megismertük kicsit.
Mészáros Márton elmesélte nekünk, mi volt számára a legérdekesebb, legtöbb kihívást tartogató feladat. Hát nekem a legérdekesebb feladat az egy programozáshoz kapcsolódó feladat volt, amiben egy számunkra teljesen ismeretlen programnyelven elénk raktak egy kódsort, és meg kellett mondani, hogy mit csinál ez a program. Ez 1-1000-ig számolta meg a prímszámokat. Jól tudtak közösen dolgozni a verseny során, árulta el a csapat harmadik tagja. Ezért az első forduló az ilyen 14 kérdésből állt, és azon nagyjából mindenki tovább jutott, aki így kisebb erőfeszítést fordított rá. Azt a suliba csináltuk meg egy programozáson egy délután. Viszont a második fordulóban már kicsit nehezebbek voltak a feladatok. Abban volt egy programozást, amit a Marci csinált meg, volt avatárkészítést, amit én csináltam meg, volt egy prezentációkészítés, ami egy startup cégről kellett szólni, amit nekünk kellett kitalálni, azt az Ádám csinálta meg, viszont a céget meg mi értük meg közösen, hogy miről szól, meg mivel foglalkozik. A csapattagok, a végzős tűrös diákok természetesen a versenyhez hasonló pályát választottak maguknak. Ádám és Erik mérnök informatikus, Marci pedig alkalmazott matematikus szakra készül a gimnáziumi tanulmányok után. Ismét aranyminősítést kapott a Szó és Képszínpad. A 12. országos falusi színjátszó találkozón legújabb darabjukkal a három kívánsággal nyerték el ezt az elismerést. Az ismert népmesét verses, rímes, humoros formában dolgozta fel Csukárdi Sándor, aki rendezője és egyik szereplője is a mesejátéknak. Adács adott otthont a fesztiválnak, melyen amatőr színjátszó csoportok léptek fel. A szakmai zsűri elismerően szólt a Szó és Képszínpad előadásáról, mely a megmérettetés kiemelkedő bemutatója volt. A zsűri elnöke nagyon megdicsérte a Szó és Képszínpad játékát. Amit nagyon nehéz, és majdnem, hogy egyik színjátszó csoportnál sem nagyon látott, hogy végre sikerült egy társulatnak elkapni, hogy volt a darabnak ritmusa, és ebből nem estünk ki. Ő is dicsérte magát a színjátékot, tehát a játszóknak a tehetségét, illetve sokan kiemelték a zsűriből még ezt a rajzfilmszerű pontosságot, pontos megjelenítést, stilizációt igazából, amit majdnem, hogy mint stílus jegyünkként is értékeltek. A Három kívánság című mesejátékot dupla szereposztásban próbálták a Szó és Képszínpad tagjai. A férj szerepét Csukárdi Sándor és Janus Norbert, a feleségét pedig Rózsás Hajnalka és Balogh Adrien is megtanulta. A fesztiválon a darabot az életben is egy párt alkotó Rózsás Hajnalka és Csukárdi Sándor mutatta be. Játékuk aranyminősítést hozott a Szó és Képszínpadnak. Ez az év ilyen szempontból nagyon jó volt, mert szakmai fesztiválon, ahol megjelentünk, ugye kezdtük a rögtönzésekkel, ahol Arlecchino díjat, tehát első díjat hoztunk el, aztán utána Mosó-Magyaróváron minősítettük a Székelyasszony meg az Ördögöt, ez szintén aranyminősítést kapott, és ez a három kívánság szintén most aranyminősítést kapott, tehát ide a három fesztivál úgymond mindenhol maximálisan teljesítettünk. Ezen kívül még aranyminősítéses a Gondűzőborocska mellett, a Biztosíték, a Vadvacsorák, a Piramusz és Tisbe. Csukárdi Sándor elmondta, hogy a fesztiválon nagyban segítette munkájukat Vida Anna és Polgár József. A Szó és Képszínpad Pápán decemberben lép majd fel, Mikulás műsorokkal örvendeztetik meg a gyerekeket, januárban pedig elkezdenek egy új darabbal foglalkozni, melyről részleteket nem árult el a rendező. Párás és esős idő lesz a hétvégén, jöjjön az időjárás jelentés. Szombaton is marad a felhős, szürke idő, és többfelé kell számítani kisebb esőre, szitálásra. Északnyugaton több helyen élénk, néhol erős lesz a déli, délkeleti szél. Vasárnap délnyugat felől egyre több helyen várható eső, mely sokfelé szinte egész nap eshet. A legtöbb csapadék nyugaton, északnyugaton valószínű. Gyenge, mérsékelt lesz az északkeleti szél. A következő napokban hajnalban 3-6 fok, délután 5 és 12 fok között alakul a hőmérséklet. Kedves nézőink, ezek voltak pénteki híreink, nézzék majd hétfőn is a híradót, várjuk Önöket, viszontlátásra!